Nagyon sok szeretettel köszöntök minden mese szerető gyermeket és felnőttet a Jégvirág karácsonyi mesemondó versenyünkön. Köszöntöm a Karcag televízió nézőit is. Az év legszebb, legvarázslatosabb időszaka közeleg. Ahogy kint egyre korábban sötétedik, úgy gyújtunk egyre több fény, gyertyát és világítjuk meg otthonainkat. Használjunk ki minden délutánt és minden estét. Ragadjunk meg minél több pillanatot az ünneplésre. Ígyunk finom fűszeres teját, és rogítassunk hozzá finom mézes süteményt. És meséljünk. Élő szóval, vagy olvasva, régi családi történeteket, a szeretetről, az igazságról szóló meséket. Mert ahogy telnek múlnak az évek, a mesék is elmaradhatatlan részévé válnak majd a karácsonyi készülődésnek, és egyszer majd azok mesélnek, mint ahogy ma is, akiknek valamikor mi meséltünk. Szívből kívánom, hogy ez a mai délután is legyen egy ünnepváró, adventi időszak ajándék mindannyiunknak. Azt szeretném, ha most egymásra néznétek, a kis versenytől keresnék egymás tekintetét, és ugye a verseny előtt küldjetek egy-egy biztató mosolyt a másik felé. Mert hogy gondoljatok bele, hogy mindenki milyen sokat készült erre a mai alkalomra, és képzeljétek el, mindenki ugyanúgy izgul, mint most én bennem. Úgyhogy én pedig azt kívánom, hogy várjuk nyitott szemmel egymás választott történeteit, mindenkinek jó szereplést kívánok. Itt már eleve mindenki győztes, hiszen a város legjobb mesemondói vannak most itt. És szeretném bemutatni nektek a zsűrit. Dr. Kasuba János Lévera nénét. Ő a zsűri elnöke, az iskolai könyvtárosok munkaközösségének ő a vezetője. Hátót János Lé Ica nénét. Az Ovónők mesevarázs munkaközösségének vezetője, maga is sokszor szerepel. Kis Ferenc Lé Mira nénét. És az elmúlt években számos versenyzőt sikeresen készített már fel erre a versenyre. Nagyon-nagyon veletek izgulok, én pedig Szabó Péternék Kata néni vagyok a könyvtár vezetője, illetve a gyermekkönyvtár vezetője, és én nagyon izgulok veletek együtt. Szeretném néhány szóban ismertetni a verseny menetét. Kihúztad a sorszámodat, a sorszámok sorrendjébe felmész a színpadra, odaállsz a már kipróbált mikrofon elé, szép hangosan elmondod a nevedet, vársz egy kicsit, amíg a zsűri azt megtalálja, és utána elmondod a mesét címét, és jöhet a történet, és nem is húz, ugye? Oké. Balogh Andor. Kárnáti Sándor fenőmese. Élt a Hargita oldalában egy magányos fenő. Senki sem lakott a közelében. Az erdő, de még a legkisebb bogor is olyan messzire volt tőle, hogy még a kiáltását sem hallották volna meg, nemhogy a sóhajtásait. Ezért aztán nem is kiáltozott, nem is sóhajtozott. Még a nyári viharok, villámok, s a farka sordító telek idején sem, pedig annyit csanargatták, hogy az még embernek is sok lett volna. Elfásult egészen a nagy egyedül valóságában. Egyetlen öröme volt, ha nyaranta egy-egy arra legelésző júnyáj bújtanak az árnyékát a nagy melegben, vagy éppen maga a juhász heveredett találja furjázgatni, tadisznát bontani. Olyankor még soha tött is egyet-egyet, inkább csak figyelmességből a szép nótáit, s hogy az árnyékot a sóhajával frissebbé tegye. Hanem a nyáron olyat ért, amiatt még soha vidám kirándulók egy egész iskola telepedett találja. Azóta nincs nyugta a fenőnek. Sóhajtozik, s mindjárt leletekint a völgy felé, amerre a kirándulók alóla elvonultak.
s mint valami kincseket, nézi az alatta maradt üres konzervdobozokat. Mit nem adhatnék, ha még egyszer közöttük állhatnék? Sóhajtotta el bánatát egy véletlenül rádöbbent Rigónak. A Rigó egyet-kettőt füttyettent köszönetképpen. Aztán tavaszát, amerre a kirándulóknak nyoma veszett. Hogy mit intézhetett a kis Rigó, mit nem tudhatjuk. Jöttek az őszi ködök, eső, havas esők. A fenő, ha lehetett, még inkább magába fásult. A szele, a konzervdobozokat, az utolsó emlékeit is ellopotta. Már a földre se nézett többet. Akárhogy tévdesték a viharok, aludt. Már arról se vett tudomást, hogy hatalmas savával megjött a tél. Tőle jöhetett is, mehetett is. De egyszer csak megrázta magát. Azt hitte álmodik, pedig képzeljétek, nem álmodott. Hatalmas ivajra ének szóla ébredt, egy nagy udvaron találta magát. Minden ága fel volt cicumázva, mint a egy-egy csillag költözött volna. Azóta is ott áll az iskola udvarán, bánna is ő, hogy a végülön telt éve ágait lecsapdosták. Lomb helyett szárnyadőt, zászló csattog, lobog rajta, s vidám ének közönti minden reggel. Már kibárult. Olgoványi Anikó, ünnep. Az úzmagás héten innen, az üveghegyen túl, szokatlan sűk és forgás verte fel a délutáni csendet. Cselgekbe göpködtek a madagak, futkágoztak az őzek, a szarvasok, még a góka is, előbújt jó meleg odujából. Mi történt? Mi ez a nagy felfordulás? Kérdezte borzanyó, álmosan, dörzsölgetve a szemét. Karácsony lesz hamarosan, s ettől bajdult fel az erdő népe. Válaszolta a mókus, kidugva fejét a fa odvából. Karácsony, karácsony, az az emberek ünnepe, mi közünk van nekünk ahhoz? Mogogta mérgesen a vadmacska kandúr, miközben megélesítette karmait a fa törzsén. Nagyon is sok közünk van hozzá, kiáltották többen is. Nem hallottál még arról, hogy a kis Jézus egy istállónak ajászójába született, ahol állatok vették körül, és melengedték őt a leheletükkel, hogy meg ne fázzon. Bizony voltak ott szamarak, lovak, tehenek, birkák, kisvágányok is, meg kecskék is, vágta közbe a hegyi zerge. Na de kik vitték az ürömhírt messzi vidékekre? Persze, hogy a madarak, csipogta büszkén egy kis veréb. Úgy bizony, ezért az emberek ilyenkor ránk is gondolnak, és rendeznek nekünk madárkarácsonyt. Megtöltik eleséggel a madáretetőket, és olajos magvakkal gyújt pogácsákat aggatnak a fákra. A mi etetőjénket is feltöltik illatos szénával, vágta rá egy őzbak. Persze, mert ti nem gondoskodtok a téli betevőtökről, szólt le a fágon a mókus. Bezzeg a mi éléskamránk, tele van finomságokkal, nem éheznek a kicsinyeink. Most nincs helye a perlekedésnek, ilyenkor mindenki boldog, és együtt ünnepel szegetteivel. Csitította le a kedélyeket bölcsen a füles bagoly. Egyszerre azonban szokatlan nyuszító sírás hasított a levegőbe. Honnan jött a hang? Ki gondja el az ünnepi készülődés hangulatát? Néztek kérdően egymásra. Ekkor az egyik bozott tövében megpillantottak egy
egy csapzat kölyök kutyát. Te ki vagy, és hogy kerülsz ide az erdő közepébe? Kérdezték tőle csodálkozva. Vakarcsa nevem, és eltévedtem, szipogta a kis jövevény. Megfagysz itt a hideg téli éjszakába, vastag bunda nélkül. Éhes is lehetsz már, te szegény. Sopánkodtak az erdő lakók. Haza szeretnék menni, szipogta a kiskutya. Hogyan segíthetnék rajta? Nézett kérdően őzanyú a többiekre. A varjú minden nap elrepül a falu felett. Kérdezzük meg, nem látott valami szokatlant? Javasolta a bagoly. Láttam bizén, egy egész fenyőerdő költözött be a faluba, karácsonyt várnak. Este meg színes csillagok ragyognak a házak egészein. Ilyen gyönyörű ti még csillaghullás éjszakáján se láttuk, válaszolta a varjú. Ne fecsegj itt össze-vissza, inkább azt mondd meg, nem kereste valaki ezt a kiskutyát. Azt én nem tudhatom, de kérdezzétek meg a cirkét, ő bejár az emberek kertjébe, ott lakmározik minden nap az etetőn. Láttunk meg egy kisfiút és egy kislányt, ahogy szaladtak utcáról utcára, s hangosan kiáltozták. Vakarcs, vakarcs! Majd után nem találták az elkorboroltat, szomorúan lógó orral hazabotorkáltak. Meg tudjátok mutatni, melyik házba laknak? Kérdezte a varjú. Ott, mindjárt a falu szélén, mutattak egy takaros kertesházra. A verebe. A varjú arra felé vette az irányt, s leszállt a ház kerítésére. Az ablakból két piros pozsgalas arcocska tekintetett a nyitott kertkapu felé várakozóan. Ezek a gyerekek biztosan vakarcsot várják haza, s nem lesz boldog ünnepük kiskutyájuk nélkül. Itt sürgős segítségre van szükség, gondolta a varjú, s már fordult is az erdő felé. Besötétedett, mire odaér. Megtaláltam, megtaláltam! Károgta már messziről az erdő lakóknak. Mit találtál meg? Károg már értetően! Figyelmeztették a többiek. A családod, ahol vakarcs lakik. A gyerekek szomorkodnak miatta, s nagyon várják haza. Akkor gyerünk! Segítsük vakarcsnak hazatalálni! Kiáltották szinte egyszerre. A bagoly repült előre, mert ő jól látott a sötétben, és mutatta az utat a többieknek. A borz utat vágott a hóban. Az űzek hosszú lábaikkal kitapogatták az ösvényt. A mókus az ágak közül irányította őket. Minden állat segített valahogyan a hazatalálásban. Végre feltűntek a falu fényei, s a ház nyitott kertkapu hívogatóan csalogatta az elborgoltat. Vakarcs, ahogy megpillantotta az ismerős házat, boldogan gond előre hangot csaholás közben. A hangra kinyílott az ajtó, s a gyerekek boldog kacagással emelték magasba kis barátjukat. Merre jártál, te csavargó? Már nagyon aggódtunk, érted? Emelték magasba kis barátjukat. Vakarcs még az ajtóból vakantott egyet erdebjog barátai felé, s azok megértették, hogy ez annyit jelent. Köszönöm. Most már kezdődhet az ünnep, a legszebb ajándék, amikor mindenki a szegettei körében lehet, mondta borzanyú, s ebben mindannyian egyetértettek. Gátronyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a föld színét.
Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőmezőn együtt jártak, együtt tettek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beáll, és a hideg hó leszáll. Azt mondja a füles nyúl, rakjunk tüzet, kutya úr, rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe. Nosza, ha már gajat szednek, tüzet raknak, melegszenek. Melegítik bundájukat, által fázott írhájukat. Hely, de jó a meleg télen, a havazott erdő szélen. Azt mondja a vidám úr, játszunk egyet, kutya úr. Mit játszunk, tán lakodalmat? Jó lesz, játszunk lakodalmat. Cincogjunk, megrumogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökkel hát a víg nyúl, szembe véle kutya úr. Ugrándozna, bokázna, keringélne, cicázna. S hogy a táncot szebben járják, egymást hop-hop átugrálják. Ha nem émet, mi történik? Az állatok így regélik. Ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak. Meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott kutya úr. Váú, üvölt a kutya, mit csináltál te buta, s hogy így rája kurjantot, a farkába kaffantot. A nyúl úgy szuvesdel magad, farka nélkül tova szalad. Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa, s azóta cseppanul farka, s mesztelen a kutya talpa. Azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr. Cséti Marcell vagyok. Mesém címe Linda Jennings Fagyankú. Az időjárás palotájának lakói közül Fagyankó volt a legboldogtalanabb. Engem senki sem szeret, panaszolta. Elhervasztom a virágokat, és hogyha az emberekre rájuk lehellek, dideregve mondják, jaj, de utálom a hideget. Engem is utálnak néha az emberek, mondta az eső. A parasztok szeretnek téged, meg a kacsák is. Szeretik az emberek a havat is, hóembert építenek belőle. A gyerekek még a szélnek is örülnek, mert magasba repíti a sárkányaikat. Csak engem nem szeret senki, kesergett Fagyankó. Karácsony este Fagyankó kiosont az időjárás palotájából. Lába nyomán keményé vált a föld, hogy szinte szikrázott. Jankó felnyúlt a fák koronái közé, megborzongatta az ágakat, és belesett az örök zöldel, karácsonyfával ékes, barátságos otthonokba. Karácsony van, én is kedveskedhetnék valamivel az embereknek, gondolta. Mondjuk feldíszíthetném az ablakaikat, akkor biztosan megszeretnek. Egész éjszaka dolgozott, jeges ujjaival különösebbnél különösebb mintákat rajzolt az üvegekre. Volt ideje, nyugodtan maradhatott, mivel karácsony másnapján is nagy hideg volt. Kihallgatta, mit mondanak róla az emberek. Julika beteg volt, ágyban feküdt. Szomorúan gondolta arra, hogy emiatt lemaradt a karácsonyi finomságokról. Álomba sírta magát. Reggel, amikor felébredt, ránézett az ablakra, és még a lélegzete is elakadt a gyönyörűségtől. Milyen szép virágok, kiáltotta. Virágok és ezüst levelek. Mindjárt jobban érezte magát, és ez így volt mindenütt. Futott Fagyankó házról házra, hogy hallja, amint odabent a rajzait dicsérik. Mindjárt elfelejtette minden bánatát.
Igen, csodálatos érzés volt, hogy az emberek őt is megszerették, és éppen most, karácsonykor. Varga Emma Léna vagyok, és a mesém címe Bajor Andor hófagylalt. Az északi szél összefújja fejünk fölött a fellegeket, egymásnak ütköznek, kiasadnak, és szállingózni kezd belőlük a hó. Hulla hó! Kiáltozza mindenki, és nézi a hópelyheket. Jóska barátom azonban nem ezt cselekedte, ő megvárta még a föld megfehéredet, azután összegyűjtött egy marék havat, és azt kiabálta, fagylal, mennyei fagylal, és nyalogatni kezdte. Mi mondtuk neki, hogy a hóból lehet hógolyót gyúrni, hóembert készíteni, még járni is lehet rajta, meg csúszkálni, de megenni a szigorúan tilos. Hiába! Hiszen beszélhettünk Jóskának, amit a fejébe, különösen a szájába vett, azt nem lehetett kivenni belőle. Ette a havat, holott cukor sem volt benne, sem tejszínhaba tetején. Nem, Jóska, kérleltem, de ő mérgesen csak annyit mondott. Tanír így le, akkor egyél te is! Alig telt el egy fél óra, köhögni kezdett, erre jobban kipirult, majd szemmel láthatóan bájtadozott. A tanító bácsi is észrevette. Mi van veled, édes fiam? Kérdezte részvétel, mire Jóska elhaló hangon a torkára mutatott. Fáj! Erre aztán haza kellett kísérni. Harmadnap meglátogattuk, jól be volt bugyolálva, és képernyőn nyugtatta a fejét. Az ágya melletti asztalkán üvegek voltak, valami sötét színű folyadék, meg egy kis kanál. Látod, Jóska, kár volt az ingyen fagylaltot megenni, mondta bölcsen az egyik látogató, a másik meg tetézte. Ha nem etted volna meg a havat, most szánkózhatnál, meg hógolyózhatnál. Én próbáltam vigasztalni. Ne búsulj, Jóska! Amíg te kénytelen vagy nyomni az ágyat, mi majd szánkózunk helyetted is. Én is szeretnék hógolyózni, nyögte bánatosan. Nézd, Jóska, te feleltem neki meleg barátsággal. Te is tudod, hogy minden nem megy. Te megetted a havat. Akik nem vették meg, azok lemondtak el az élvezetről, cserébe viszont szánkóznak. Én is szeretnék hógolyózni, nyögte bánatosan. Nézd, Jóska, feleltem neki meleg barátsággal. Te is tudod, hogy minden nem megy. Te megetted a havat, akik nem ették meg, azok lemondtak erről az élvezetről, cserébe viszont szánkóznak. Jóska erre könnyezni kezdett. A hó, amit megettem, az nem is volt finom. Utólag a hógolyózás se finom, és a szánkózás se, és az egyik fiú a csúszkán súnyán hasra vágódott. Én is szeretnék hasra vágódni, makacskodott Jóska. Hiába, aki hófagylalt teszik, avval utólag se lehet okosan beszélni. Tóth Beatrix. Tóth Anna, a titokzatos hóember. Nagyon szép vagy, bellakunk. Most, hogy sok hó esett, öcsémmel, Marcival a szobánk ablaka elé felállítottunk egy hóembert. Nagy pocakja és szép egyenes tartása jó étvágyú, gazdag emberre hasonlítana, ha a fején nem ételenkenne az az öreg lyukas fazék. Egyedül sárgarépa orra, vöröses színe árulkodik arról, hogy hideg lehet egész nap az udvaronkon áldogálni. Ez a nem akármilyen, ilyen nincs még
egy a földön, minden reggel, amikor felébredünk, oda szaladunk az ablakhoz, hogy megnézzük, ott van-e még a hóember orra a helyén. Ugyanis minden nap eltűnik. Nézd, most sincs ott, mondta kisöcsém bosszúsan. Öltözzünk fel, s menjünk ki az udvarra, hát ha csak leesett, és eltakarja a hó. Mikor kiszaladtunk a kertbe, körbejártuk a hóembert, de nem találtunk semmit. Elmondanád, hol van az a szép sárga répa orrod, amit tegnap kaptál? Kérdeztem csípődetett kézzel, s közben haragosan ráncoltam homlokomat. A hóember datosan állt tovább, és nem válaszolt. Na jó, még utoljára hozunk egy másik orrocskát neked, de ha erre sem vigyázol, nem kapsz többet. Leszaladtunk a pincébe, és a ládából kiválasztottunk egy szép, hosszú sárgarépát. Marci, ma éjjel lesben állunk az ablaknál. Meg kell tudnunk, mi ez a nagy titok. Éjszaka le sem vettük a szemünket a hóemberről. A hold éppen rávilágított, és láttuk, hogy sárgarépa orra még ott van a helyén. Mikor már azt hittük, hogy nem történik semmi, hirtelen egy árnyék átugrott a kerítésen. Óvatosan körülnézett, és egyre jobban közeledett a hóember felé. Az árnyéknak hosszú, vékony lábai voltak, és mögötte néhány lépésnyire egy kicsi, gömbölyű valami ugrándozva kísérte. Lélegzett visszafojtva figyeltük, hogy mi lehet az. És aztán láttuk, hogy az a valami felágaskodik, és a szájával kiemeli a helyéről a hóember orrát. Miután letette a hóra, a kis gombóccal megosztva, jó étvágya megették a sárgarépát. Nézd, Marci, egy őzike, suttogtam a csin fülébe, de ki az ott mellette? Nem látod, hogy milyen hosszú fülei vannak? Súgta vissza Marci. Tényleg, ezen nyuszika, mennyire éhesek lehetnek, hogyha bemerészkednek idáig. Ki kellene találni valamit, hogy még több ennivalót kapjanak. Másnap korán felébredtünk, amikor újabb sárgarépát szerettünk volna a hóemberre tenni, a fején lévő lyukas fazék nagyot gondolt. A fa mögé szaladtunk, és onnan lestük, hogy mi lehet az. És aztán a lukon kikukucskált egy cinege madár. Biztos ott húzódott meg éjszakára a nagy hideg elől. Bent a fazék belsejében nem fújhatta a szél, és egy kicsit melegedhetett is. Adjunk enni a madárkának is. Bementünk a házba, és elővettünk két vékonyra vágott szalonna bőrkét. Ez jó lesz szemöldöknek a hóemberre. Amikor a cinege megéhezik, néhányat belecsíp a szalonnába, és már lesz, ami melegítse. De a hóembernek mégsem lehet több óra. Mit csináljunk? Milyenne, ha ketté vágnánk egy almát, és két piros fület készítenénk belőle? Kérdezte izgatottan Marci. Igazad van, és vághatnánk hosszú csíkokra káposztalevelet. Az lehetne a szakálla. És ha a fazék alá tennénk szénát, mintha haja lenne a hóembernek, az jobban melegítené a kismadarat.
gyorsan munkához láttunk. Amikor elkészültünk mindennel, észrevettük, hogy a cinege rászállt a fazékon talált bejáratra, aztán hirtelen elrepült. Lehet, hogy nem tetszik neki az új fészek, kérdeztem aggódva. De néhány perc elteltével a kismadár megérkezett, és magával hozta a párját is. Vidáman csicseregtek, és nagyon boldogok voltak, hogy rátaláltak az igazi otthonukra. A hóemberről is azóta is minden reggelre eltűnnek a zöldségek, de most már nem titok, hogy hozzá kell lakmározni a nyuszi az őzikével. Ki a kis fa? Norvég legenda. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy magas hegycsúcs. A hegycsúcson egy kis fácska állt, és arra lámodozott, hogy mi lesz majd belőle, hogyha megnő. A fácska vágyakozva nézett fel a csillagokra, amelyek úgy szikráztak felette, akár a nyémánt. Szeretnék kincses láda lenni, kiáltott fel, beborítva arannyal, telve gyönyörű drága kövekkel. Én leszek a legcsodálatosabb kincses láda az egész világon. Múltak az évek, eső jött, aztán sütött a nap, és a kisfa nagyra is magasra nőtt. Egy szép napon egy favágó balagott fel a hegy oldalon. Megpillantotta a fát, és azt mondta, csodálatos ez a fa, éppen erre van szükségem. És a fa eldőlt, a fényesen csillogó fejszer csapásai alatt. Most lesz belőlem szép kincses láda, gondolta a fa. Csodás kincseket kapok majd, egy asztalos műhelyében kötött ki, de az öreg asztalos nem gondolt kincses ládára, gyakorlott keze alól egy jászol került ki. A szép fa nem gyímánttal és drága kövekkel lett tele, hanem fűrészporral és szénával az éhes áldottok számára. Sok-sok nap telt el, és sok-sok éjszaka. A fa már majdnem elfelejtette egykori álmát. Ekkor egy éjjel fénylő csillag gyúlt ki, éppen a fölött az istálló fölött, amelyikben a jászolás vándorok érkeztek, és egy fiatal nő fektette gyermekét a jászol puha szalmájára. Bárcsak jobb helyet készíthetnénk még, sóhajtott fel a férfi, aki mellette volt. Az anya megszorította a kezét, és mosolygott. A csillag rásütött a fényes és erős fára. Ez a jászol a legjobb hely neki, mondta az asszony, és a fa tudta, hogy teljesült az álma, kincses láda lett, benne volt a világ legnagyobb kincse. A mesém címe Csikorgó a fagykirály. Csikorgó nagyon szigorú uralkodó lehetett a maga idejében. Átkozták is eleget az alattvalói? Egy darabig még örültek is neki, kivált a szűcsök, s a csizmadiák. Mert úgy ellátta őket munkával, hogy abból még ki se látszottak. Örültek persze a gyerekek is, mert kedvükre szánkázhattak, csúszkálhattak a rapoló savon, s a fényes jégen. De hát nem csak szűcsökből, vargákból áll a világ, nem csak szánkázásból, csúszkálásból az élet.
Elkezdtek gondolkozni az alattvalók, hogy csikorgó uralmának miképp vethetnének véget. Üzenni kéne a fecskéknek, vélt egy bölcs öreg, aki még emlékezetében tartotta a fecskéket. A fecskék jobban vannak a nappal. Ha eljönnének, a napot is hoznák magukkal. S hogy nem sikerült üzenni a fecskéknek. El is jött nem sokára egy villásfarkú fecsegő madárka. Cikázott erre-arra a befagyott tavak folyók fölött, de majdnem rossz vége lett a kirándulásnak. Amikor rálibbent az úzmarás telefondrótra, megdermedve földre pottyant. Még szerencső, hogy valaki kézbe kapta, s markában életre melengedte. Egy fecske nem csinál nyarat, csikorogta a fagykirály kárörvendően. S akkora fagyot lehelt a környékre, hogy még a farkasok is ordítottak kinyúban. Innen származik az a mondás, hogy farkas ordító hideg. Nem csinál, szomorodtak el az alattvalók. Nem is csinálhat, mert túl alacsonyan repül, mondta egy másik öreg. Olyan követ kellene, aki nem csak fecsek-ficsek bogarázgat, hanem ereje, hatalma van a dalának, s van bátorsága fölparítjálni magát a jeges felhők fölé, föl a naphoz. Azt mondom én, szerezzünk egy pacsirtát. Ugyan már, az még a fecskénél is kisebb, mondta az az öreg, aki a fecskékért üzent volt. Meglátjátok, többet él az egy sereg fecskénél. S mit volt mit tenni, beleegyeztek, jöjjön a pacsirta. Amikor megérkezett, azonnal átfúrta magát a jeges felhőkön a naphoz. Víz hangzott énekétől a jeges égből, s meg is repett egy tenyeri helyen, s ott testült Anna. Csikorgó erre megszeppent, próbálta betömni a lyukat, de hiába, mert a tömés visszacsurgott a nyakába, s a lába alatt elkezdett kásásodni a hó. Csermelyek cincogtak, jégcsapok csordultak. Csikorgó megszedte a sátor felját, s idalt a dombok, hegyek, havasok irányába. Ott ül a magas bérceken, örök számkivetésben. S csak akkor látogat el régi birodalmába, mikor a pacsirta szabadságra megy. Akkor aztán legénykedik, garombáskodik, kitombolja magát, de már közel sem olyan kegyetlen, mint előtt volt. Most rá se hederített senki, még örülnek is neki, kivált a szűcsök, s a cizmadiák, na meg a gyerekek is. Mosolyogva fújják a körmüket, mert tudják, hogy csikorgó a pacsirta hírére is szedi a sátor fáját, mert irtózik a magas kék égbolttól, de kivált kép a pacsirta gyönyörű énekétől. Kundra Hannának hívnak, és a mesél címe a Könyvtündér. Pankát elkényeztették a szülei, mindent megkapott, amit csak kért. Hangos zokogással, hatalmas krokodil könnyeket hullatva jelezte, ha akart valamit. Észrevette ugyanis, hogy a szülei nem bírják hallgatni a sírását. Inkább gyorsan teljesítették minden kívánságát.
mindig vitt magával az óvodába játékokat, mert dicsekedni akart, mutogatni, hogy neki mennyi mindene van. Ebből persze veszekedés, sírás, ívás lett, mert a gyerekek szerettek volna játszani a szép játékokkal, de ő nem engedte, nem csoda, hogy senki sem akart vele barátkozni. Egy nap, nem sokkal karácsony előtt új kislány érkezett az óviba, Marika, nem öltöztették divatosan, és az is látszott a ruháin, hogy nem újak. A gyerekek nem vették be a játékaikba, így magányosan üldögélt az udvar egyik sarkában. Panka arra felé sétált a legújabb, síró, alvós bólyás babájával. Az új kislány ámulva nézte. Ilyen szép babát még sosem láttam. Pisilni is tud, mondta Panka. Neked nincs ilyen? Nekem egyáltalán nincs babám. Miért nem hisztizelek kicsit? Én azt szoktam, és akkor mindent megvesznek nekem a szüleim. Hiába is hisztiznék, anyukám egyedül nevel minket, nincs pénze babára. Apukád hol van? Meghalt. Panka megdöbbent. Arra még sosem gondolt, hogy az emberek, főleg az ő szülei meghalhatnak. Gyorsan Marika kezébe adta a babát, játszhatsz vele. Ettől fogva a két kislány elválaszthatatlan volt egymástól, amíg csak haza nem mentek az óviból. Marika sokat mesélt arról, hogy milyen nehezen élnek, és milyen ritka ünnepi alkalom az, amikor csokoládét ehetnek. Panka nem szólt otthon semmit az új barátjáról. De szüleinek feltűnt, hogy szokatlanul csöndes az anyukája. Azt hitte, hogy beteg, és gyorsan megmérte a lázát. Az apukája aggódva kérdezgette, hogy mit szeretne kapni, hogy jobb kedve legyen. A szülők valósággal kétségbe estek, amikor Panka azt válaszolta, hogy nem kér semmit. Ráadásul szó nélkül ment fürödni, és nem válogatott a vacsoránál, hanem mindent megevett, ami a tányérján volt. Valami nagy baj lehet ezzel a gyerekkel, tanakodtak a szülők, amikor már Panka lefeküdt. Nem tudták, hogy kislányuk gondolatai messze járnak. Egy szegényes lakásban, ahol három gyerek és egy anyuka ül az asztal körül, és legtöbbször zsíros kenyeret esznek. Szíve összeszorult a sajnálattól, szeméből könnyek budjantak elő. Kíván valamit? Szólt egy csilingelő hang. Ki beszél? Van itt valaki? Kérdezte Panka ilyetten, és a fejére húzta a takarót. Én vagyok a könyvtündér, bújj csak elő, ne félj, nem harapok. A kislány kikukucskált, és csodálkozva látta meg. Az aprócska, üvegszerűen átlátszó kislény, aki ide-oda röpködött, majd leszállt a fapularra. Sosem hallottam még rólad, hogy kerülsz ide? Kérdezte Panka a szárnyát billegető tündértől. Nem csodálkoznál, ha tudnád, hogy én a könnyekből születek. Sírtál, és itt vagyok. Hiszen én majdnem minden nap sírok. Mégsem láttalak még soha. De sírásnak nevezted azt a hisztis ordibálást. Most először sírtál igazi könnyeket. Máskor is könnyeztem. Az miért nem volt igazi? Mert önzésből tetted, és hideg maradt közben a szíved. Most azonban nem magad miatt sírtál, ezért tudtak feltörni az igazi könnyek, és nekem muszáj volt megszületnem. Na hát, de örülök, hogy sírtam, legalább megláthattalak. Most kívánhatsz egyet, mondta a tündér, de jól gondold meg, mi legyen az. Azt szeretném, ha Marika boldogabb lenne. Legyen, ahogy akarod. A tündér felröppent, mert nem kell, lejárt az időm. Találkozunk még? Hát persze, ahányszor csak igazi könnyeket sírsz, én itt leszek. A tündér eltűnt, Panka pedig mély álomba merült.
Az ünnepek utáni első napon Marika ragyogó arccal érkezett az övbe. Elmesélte, hogy karácsony este valakitől nagy csomagot kaptak. Becsengettek hozzájuk, és csak úgy ott hagyták az ajtójuk előtt. Volt abban minden, szép ruhák, mindenféle ennivaló csokoládé, és sok-sok játék. És képzeld, lelkendezett Marika, még egy ugyanolyan baba is volt benne, mint a tiéd. Most majd együtt dajkálhatjuk őket. Az enyém már nincs meg, mosolygott Panka rejtélyesen. Elvitte a könyvtündér. Tóth Gréta. Grimm mese, a magányos hóember. Eltelt december, és vele együtt a karácsonyi ünnepek mozgalmas időszaka is elcsendesedett. Az erdő fehér piapaplanba takarózott, és egész nap alig mozdult valami, de a tisztásról azonban egyre másra sóhajtozás hangját vitte szét a téli szél. Olyan remek az idő, csak ne lennék mindig egyedül, panaszkodott a hóember. Csili, hogy vagy? Röppent egy kis veréb a hóember tökfödőjű szolgáló fazékra. Írgum és burgum, mit gondolsz, hogy csak úgy a karomra állsz? Hogy fogok kinézni, ha félre billented? Támad rá morcosan a hóember. Szegény apró madárka még mentegetőzni is elfelejtett, úgy megijedt. Gyorsan felröpent a legmagasabb fenyő csúcsára, és onnan pislogott vissza. Hiába, ez a hóemberek sorsa, kezdte megint a hóember. Magányosan éljük az életünket. Szerbusz, hóember! Köszöntötte ekkor Róka mama. Mondd, kölcsön vettem pár percre a seprődet. Szeretném elsöpörni a vackon elől a havat, hogy a fiaim kijöhessenek játszani. Hogy gondolsz ilyet? Hogy néz ki egy hóember a seprűje nélkül? Mindenki kinevetne, hát a világ csúfja lennék. Szegény Róka mama nagyon megszeppent a rádörrenő hangtól. Hátra csapott füllel oldalgott, minél messzebb a hóembertől. Ó, hogy szeretném, ha nekem is lennének barátaim, akikkel lehetne beszélgetni, hangzott a hóember újabb sóhaja. De a hangját elnyomta néhány nyuszi gyerek kacagása, akik futva közeledtek a tisztás felé. Gyorsan fúgójukat készítettek, és vidám csatába fogtak. Azonnal hagyjátok abba, még a végén kiveritek az orromat a helyéből. Micsoda csúfság lenne, ha a gyönyörű piros orrom nélkül kellene mutatkoznom, ripakodott hangosan a hóember a kis nyuszikra. De ezt már nem hallgathatom tovább, recsent az öreg fenyő hangja. Egyfolytában azon sopánkodsz, hogy magányos vagy, közben meg mindenkit elüldözöl magadtól. Nem tudtad, hogy aki barátokat szeretne, annak magának is barátságosnak, kedvesnek kell lennie? Még hogy a kisverét elfeldítené a kalapot, ugyan már, hiszen olyan aprócska, ha meg se tudna mozdítani. Bezzek, ha a Róka gyerekek kijöhetnének. Ha nem lettél volna olyan irigy, és kölcsön adott a seprűdet, bizonyára szívesen játszanának is veled. A kisnyuszik pedig nagyon vigyáztak volna az orrodra, ha szépen megkéred őket, sőt még szívesen, hogy még beszélgetnének is veled. Sorolta egy szuszra a bölcs fenyő. A hóember csak hallgatott, és nagyon elszégyelte magát.
odafordult az egyik kis Nyuszihoz, és megkérdezte, elvinnéd a seprőmet Róka mamának, hogy elsepárás a macka elől a havat? A kis Nyuszi szívesen segített. Hamarosan már ott játszottak együtt a tisztáson, de mielőtt hazaindultak volna, készítettek egy kis Nyuszit meg egy kis Rókát hóból, hogy a hóember többé ne legyen magányos. Köszönöm szépen! Hálálkodott a hóember. Kedves barátaim, nagyon örülnék, ha holnap is eljönnétek hozzám. Gyíró Katalin a kis hótündér. Egyszer volt, hol nem volt. Messze valahol Jégországban élt egy cserek hókirálynő, és sok-sok apró hótündér. A jégpalotában, ahol éltek, télen nagy volt a sürgésforgás. Ilyenkor bizony nagyon sok dolguk volt a kis hótündéreknek. Az ő feladat volt, hogy beborítsák a földet hóval, és szemnél szem hópermintákat találjanak ki. A jégteremben ültek, rajzolgattak, tervezgettek, vagy épp hintették a földre a havat. Csak egy hótündérke nézegetett szomorúan az ablakba. Arról álmodozott, hogy csak egyszer, csak egyetlen egyszer hadd mehessen le a földre az emberek közé. De hiába kérlelte a hókirálynőt, ő bizony hajthatatlan volt. Kedves királynőm, annyi szépet látok a földön ilyenkor, karácsony környékén, engedj le az emberek közé, hadd sétálhassak közöttük. Mindenki olyan boldog, mindenki olyan vidám, olyan jó lehet a földön élni, itt csak unatkozom, csak rajzolgatok, csak havat szórok, már annyira szeretnék valami mást csinálni. Addig-addig könyörgött, míg a hókirálynő megunta és így szólt. Na jól van, menj az emberek közé, de majd meglátod, ott se mindenki boldog, ott se mindenki vidám, de három nap múlva gyere vissza, mert különben soha többé nem térhetsz vissza hozzánk. Mondd ezt a varázsigét háromszor. Húpihe, húpihe, szájide, szájide, legyek ott, ahol lenni akarok. Amikor vissza akarsz jönni, akkor is ezt a varázsigét mondd. Ne feledd, három nap, ha letelik a három nap, a földön kell maradnod. Soha nem térhetsz vissza hozzánk, babává válsz. De ezt már a kis hótündér nem is hallotta, már hadarta is a varázsigét. Amikor megérkezett a földre, nagyon örült, sétálgatott, nézelődött, csodálkozott, hogy mindenki nagy csomagokat cipel, hatalmas fenyőket visznek a lakásokba. Az első és a második nap nagyon gyorsan eltelt azzal, hogy bámészkodott, ismerkedett az emberek lakta világgal. Harmadik nap gondolta, mielőtt visszamegy, játszik egy kicsit a gyerekekkel. Ők mennyivel jobb játékot játszanak, mint mi a palotában. A gyerekek kíváncsian nézték gyönyörű hófehér kabátját, sapkáját, csizmáját.
Az egyik gyerek elkiáltotta magát. Úgy nézel ki, mint egy habcsók. Így akarsz játszani, ilyen ruhában. A többi gyerek is lelkezte. Habcsók, habcsók. A kis hótündér szomorúan tovább ment. Ők nem szokták a palotában bántani egymást. Ahogy sétálgatott, megpillantott két kisgyermeket, akik a játékbolt kirakata előtt nézelődtek. Az egyik szomorúan így szólt, de jó lenne egy ilyen babát kapni, látod, milyen gyönyörű ruhája van, olyan, mint egy tündér, és ott sóhajtoztak, álmodoztak a kirakat előtt. Úgy látszik, nem mindenki kap olyan nagy becsomagolt dobozokat, gondolta a kis hótündér. Milyen jó azoknak, akik kapnak ajándékot karácsonykor, sóhajtotta a másik gyermek. A hótündér elszomorodott. Szóval mégiscsak igaza volt a hókirálynőnek, hogy a földön nem mindenki boldog. Vannak olyanok, akik nem kapnak karácsonyi ajándékot. Babboglárka. Bakó Ágnes kutyaszárma, Évi meg Tücsi szempót kapott karácsonyra. Más ajándékot is kaptak persze, de a szempónak örültek a legjobban. A piros szempó selymes fényű zsinóron húzhatta volna a hóban bárki, ha lett volna hó. De a szösz tudja, hogy mi történt ebben az esztendőben az időjárással, csak jöttek, mentek nagy lustán a hó felül. Keletről, nyugatra, meg vissza, de nem szállingált a magasból egy gombos tőnyi hópihe sem. Már estébe hajlott az idő, amikor Tücsi dörömbölni kezdett. Ha nem nyitott ki az ajtót, kiabálta, akkor nem mondom meg neked, hogy esik a hó. Hó, visította Évi, azt mondod, hó van a kertben? Sőt, mindenütt jelentette Tücsi. Na nézd, csupa fehér minden! Ide figyelj, sukta Évi. Apu azt mesélte, hogy az eszkimók egy nagy fehér kutyát befognak a szánkóba, és kutya számon utaznak. Tücsi töprengve nézett maga elé. Te, hát éppen nekünk is van szánkónk, és nekünk is van kutyánk, huncogott Évi. Akkor fogjuk be a szánkóba. De a mihekink nem igazi nagy fehér kutyám, súgta aggodalmasan Évi, mire Tücsi legyintett. Nem baj, mi sem vagyunk igazából eszkimók. Azzal kihozták a szánkót, és persze oda hívták Hekit. Ide figyelj, mondta neki. Most gondold azt, hogy egy szép nagy fehér kutya vagy, és légy szíves, állj ide a szánkó elé, mert befogunk. Nem tudni, mit gondolt Heki, de lényeg az, hogy két kurtát vakkantott, és hagyta, hogy Évi a szánkó elé tuszkolja. Azt is megengedte, hogy nyakszijára erősítse a piros zsinort. Így, most pontosan jó. Azzal ráültek a szánkóra. Előre Tücsi, kezében egy vékony veszőcskével, mögötte meg Évi. Gyí, te, Heki! Adta ki a parancsot Évi, ám Heki nem mozdult. Gyí, te! Biztatta Tücsi is lelkesen, és a levegőbe simította a veszőcskével. Ám Heki csak a farkát csóválta, és türelmesen áldogált. Várj! Kiáltott Évi, és előkotorta hóra egy fadarabkát, és jó messzire hajította. Fognak, Heki, fogd meg! Hekinek azonban semmi kedve sem volt fadarabkák után szaladgálni. Nyelvét lógatva visszanézett Évire, és akkora pára felült ereketett ki a torkán, akár egy mesebeli tátos pariba.
de csak a farkát csóválta, és nem mozdult. Úgy látszik, az ilyen szánkázás szól, mégiscsak az igazi nagy fehér kutyák értenek, mondta lehangoltan Évi. Abban a pillanatban, amikor a szomszédik fekete cicája elfutott a bokor előtt, a szánkó váratlanul nagyot rángolt. Tücsi! Visított a kacagva Évi. Kapaszkodj! És ő maga is kapaszkodott volna, de nem volt mibe. A szánkó valósággal kiröpült alóla. Évi nevetve hempergett a hóban, és hangosan biztatta Tücsit. Jól kapaszkodj, hallod? Tücsi kapaszkodott is, és közben gyanús, vékony hangon ezt visította. Ide néz, milyen gyorsan tudok szánkózni, így csak én tudok. Évi sikongva ugrált egy hóbuckán, elől a fekete cica futott, utána heki, és a szánkó röpült, mint a parancsolat. Így csak én tudok, így csak én, üsította Tücsi. Abban a pillanatban Évi megdermedt. A szánkó ugyanis egy alacsony gőbokor fölött a levegőbe emelkedett. Tücsi pedig valóságos rejték eltűnt. Évi ijedten nézett szét. Mindenütt csak hó és hó, de Tücsit nem látni sehol. Na, mondta méltatlankodva a tüjabokor, légy szíves, húzzál már innen, mert fázik a lábam. Évi óvatosan széthúzta a bokor ágait, és kirobbant belőle a kacagás. A bokor zöldes belsében, akár egy piros orrú, maszkó, ruhás manó, Tücsi ült. Renátó vagyok, és a mese címe Orgovány Anikó ünnep. Orgovány Anikó ünnep. Az úzmarás réten innen, az üvegkegyen túl, ott, ahol egy oldala, puha takaró ala, dédelgetik az apró eldollakókat. Szokatlan sürgés, forgás verte fel a délutáni csendet. Cserregve röpködtek a madarak, futkároztak az őzek, a szarvasok, még a róka is kiújt a jó meleg odjából. Mi történt? Mi ez a nagy felfordulás? Kérdezte borzanyó, álmosan dörzsölgetve a szemét. Karácsony lesz hamarosan, sető bojdul fel az erdő népe. Válaszolt a fülke, a mókus kirúgva fejét a fa odvából. Karácsony, karácsony, az az emberek ünnepe, mi közünk van nekünk ahhoz? Morogta mégsem muf, a vadmacska kandúr, miközben élesítette karmait a fa törzsén. Nagyon is sok közünk van hozzá, kiáltották többen is. Nem hallottál még arról, hogy a kis Jézus egy istállónak a jászoljában született, ahol állatok vették körül, melengedték a leletükkel, hogy meg ne fázzon. Bizony voltak ott szamarak, lovak, tehenek, birkák és kis bárányok is. Meg kecskék is vágtuk közben meg a hegyi zerge. Na de kit vitték az örömhírt messzi vidékekre? Na persze, hogy a madarak, csipogta büszkén egy kis veréb. Úgy bizony, ezért az emberek ránk is gondolnak. Ezért rendeznek nekünk madárkarácsonyt. Megtöltik eleséggel a madár etetőket, olajos magvakkal, gyúrt bogácsákkal aggasznak a fákra. Valóban Linda Vanessa. Móra Ferenc a kíváncsi hópelyek. A nap éppen lement, mikor az erdő felett elkezdett esni a hó. No, anyó, mondta Várjú apó a feleségének, a nyárfahegyben. Azt hiszem, holnap fehér abrosznál leszünk,
az egér pecsenyét. Nem sokára búzamezők fölött kezdtek táncolni a hópiék. Gyertek, gyertek, csalogatták őket a szántóföldek. Jó ám a vetésnek a jó puha hó, azt ad meleget a búzaszemnek, hogy meg ne fagyjon a földben. A falu már rég elcsendesedett, mire a hófelhők odaértek föléje. No, ezt a falut megtréfáljuk, mondták a hópelyek. Reggel maga se ismer magára, olyan fehére meszeljük, még a háztetőket is. Voltak kíváncsi hópelyhek is, messze az ég alján nagy világosság látszott. Ott a város lámpái világítottak, ezek a hópelyhek a várost akarták látni. Majd meglátjátok, hogy megbecsülnek ott minket, mondták a falura mezőre hulló testvéreiknek. Talán székkel is megkínálnak, talán hintóba is ültetnek. Azzal elszálltak a város fölé, onnan lehullottak háztetőkre, utcákra, terekre. Alig várták a leggel, hogy szétnézenek a városban. De mire kireggeledett, akkor a hópelyheknek beesteledett. Jöttek a hóhányó munkások, megkínálták a havat seprűvel és lapáttal. Aztán rakásra rakták, úgy hordták ki a városból. Mire deret harangoztak, loszkos lett a városi hóból. Az erdő, hava pedig tavaszig megmaradt ragyogó fehéren. Olga Bányi Anikó ünnep. Az úzmaár séten innen, az üveghegyen túl, ott, ahol a hegyoldala puha hótakaró alatt dédelgetik az apró erdőlakókat, szokatlan sülg és horgás lelte fel a délutáni csendet. Csárgva röpködtek a madarak, futkáztak az őzek szarvasok, még a róka is előbb volt, jó meleg odujából. Mi történt, miért a nagy felfordulás? Kérdezte Borzanyú, álmosan dörzsölgetve a szemét. Karácsony lesz hamarosan, s ettől bojdul fel az erdő népe. Válaszolt fülge a mókus, kidugva a fejét a fa odvából. Karácsony, karácsony, ez az emberek ünnepe, mi közünk van nekünk ahhoz? Morogta mérgesen Muff, a vadmacska kandor, közben megélesítette a karmait a fa törzsén. Nagyon is sok közünk van hozzá, kiáltották többen is. Nem hallottál még arról, hogy a kis Jézus egy istállónak a jászoljában született? Ahol állatok vették körül, és melengedték őt a lehelletükkel, hogy meg ne fázzon. Bizony voltak ott szamarak, lovak, tehenek, birkák és kis bárányok is, meg kecskék is, vágta közben meg a hegyi zelge. Nagy nekik vitték az örömhét messzű vidékekre? Hát persze, hogy a madarak. Úgy bizony, és ezért az emberek ilyenkor ránk is gondolnak. Megtöltik elességgel a madártetőket, és olajos magvakkal gyúlt pogácsákat aggatnak a fákra. A mi etetőinket is feltöltik, illatos színával vágta rá egy őszbak. Persze, mert nem gondoskodtok a téli betegőtökről. Szólt le a fáról, fülge a mókus. Itt most nincs elje a pellekedésnek, ilyenkor mindenki boldog, és együtt ünnepel szeretteivel. Csipította le a kedélyeket, bölcsen Uff a füles bagoly. Egyszerre szokatlan nyűszítő siás hasított a levegőben. Honnan jöhet a hang? Kiontja az ünnepi készülődés hangulatát? Néztek egymásra tanácstalanul az erdőlakók. Egyszerre szokatlan nyűszítő siás hasított a levegőben.
Honnan jöhet a hang? Kiadja az ünnepi készülődés hangulatát? Néztek egymásra csodálkozva. Ekkor az egyik bozó tövében bepillantottak egy csapzott kölyök kutyát. Te ki vagy, s hogy kerülsz ide az erdő közepébe? Néztek egymásra az erdő lakók. Bakarcs a nevem, és eltévedtem, szipogta a kis jövevény. Megfagysz itt a hideg téli éjszakában, vastag bunda nélkül, éhes is lesz már, te szegény. Sopánkodtak az erdő lakók. Haza szeretnék menni, szipogta a kis kutya. Hogyan segíthetnénk rajta? Nézett kérdően őzanyó a többiekre. Kár a vajú, minden nap elpől a falu felett. Kérdezzük meg, hogy nem ellátott valami szokatlant. Javasolta Uff a bagoly. Láttam bizén, egy egész vanyázi költözött be a faluba karácsonyfának. Este meg színes csillagok ragyognak a házak elszein. Olyan gyönyörű, ti még csillaghullás éjszakáján se láttok? Válaszolta a vajú. Ne fecsegítesz-e vissza? Azt mondd meg inkább, hogy nem keresel valaki ezt a kis kölyök kutyát. Azt én nem tudhatom, de kérdezzétek meg a cinkit. Bejár az emberek kertjébe, minden nap ott rakmázik az etetőn. Ahova én állok, csak marcos lakik a kandúr, de kérdezzétek meg a vermeket, ők mindenhová bejártasak. Láttunk már kisfiút és egy kislányt, ahogy szaladtak utcára, kiáltozták, vakarcs, vakarcs! Majd miután nem találták az elkóboroltat, szomorúan lógóval hazabotorkáltak. Meg tudjátok mutatni, melyik házban laknak? Kérdezte a vajú. Ott mindjárt a falu szélén mutattak egy takaros kis kertes házra a vermek. Kár a vajú alfejé vette az irányt, és leszállt a ház kerítésére. Az ablakból két piros posgás arcocska nézett ki a nyitott kertkapu felé várakozóan. Ezek a gyerekek biztos vakarcsot várják haza, és nem lesz boldog ünnepük a kis kutyájuk nélkül. Itt sürgő segítségre van szükség, gondolta Kár, és már fordult is az erdő felé. Este lett, mire odaért. Megtaláltam, megtaláltam! Már károgta messziről az erdő lakóknak. Mit találtál meg károgmán érthetőben? A családot, ahol bakarcs lakik. A gyerekek szomorkodnak, és nagyon várják haza. Akkor segítsünk vakarcsnak hazatalálni, kiáltották szinte egyszerre. Uff, a bagol repült előre, mert ő jól látotta a sötétben, és irányította a többieket. Rozzi a borz utat vágott a hóban, az őzek hosszú lábaikkal kitapogatták az ösvényt, fülge a mókus, ő az ágak közül irányította a többieket. Minden állat segített valahogy a hazatalálásban. Végre feltűntek a falu fényei. A ház nyitott kertkapuja hívogatóan csalogatta az elkóboroltat. Vakarcs, hogyan megpillantotta az ismerős házat, boldogan, hangos csavarással szaladt előre. Már járt át a csavargó. Nagyon aggódtunk, érted? Rajongták körbe felváltva. Vakarcs az ajtóban még vakantott egyet az erdei barátai felé, és azok megértették, hogy ez egy kedves köszönöm. Most már kezdődhet az ünnep. Az a legszebb ajándék, hogyha mindenki a szeretei körében lehet. Mondta Bolzanyú, és ebben mindannyian egyetértettek. Várfalvi emőke, a hóember karácsonya, szomorúan áldogált a hóember az udvaron. A november végén leesett hóból építették a gyerekek.
Akkor fehér volt minden, a kert, az utca, a háztetők és a fák is. Na persze, még a hóember is. Szép piros fazakat kapott kalapnak, az orra pedig egy friss, robogós répa lett. Büszke is volt magára a hóember, hiszen minden nap kijöttek hozzá a gyerekek. Hoztak neki köveket gomboknak, körbe táncolták, énekeltek neki, vagy csak nagy szemekkel csodálták művüket. Nagyon jó dolga volt, vidáman áldogált, míg egy napon elerett az eső, fújni kezdett a szél, és a hóember piszkos szürke lett. A táj is elsötétült, minden olyan szomorúvá vált. Már a gyerekek sem törődtek többi a hóemberrel, és a szép kőgombjai is mind lepotyogtak lassanként. A hóember bánatosan állt, betegnek érezte magát és csúnyának, de ami a legjobban fáj neki, hogy olyan nagyon egyedül volt. Ahogy magában szomorkodott, arra repült egy kis címke, megsajnálta a bánatos hóembert, és fejére megkérdezte, miért lógatod azt a hosszú sárga répaorrod, hogy is ne lógatnám, mikor csúnya is vagyok, beteg is vagyok, egyedül is vagyok. Egész nap folyik a könnyem, de senki nem törődik velem. Mi vár így rám? Mormogta bánatosan a hóember. Ne szomorkodj, hamarosan itt a karácsony. Biztos te is kapsz valamit, légy türelmes, csipogta a címke, és tovább röppent. Karácsony. Vajon mi az a karácsony? Töprengett a hóember. Ezután minden nap figyelte a kaput, hát ha megérkezik a karácsony. Látta, hogy a gyerekek és a szülei nagyon készülődnek valamire, nagy dobozokat és zacskókat cipelnek. Színes égőkkel díszítik a kerítést, és az egyik este egy nagy fenyőfát is hazahozott az édesapjuk. De vajon hol a karácsony? A dobozokban? Vagy a zacskókban? Nagyon szerette volna megkérdezni a gyerekeket, de sajnos ők nem tudtak vele beszélni. Így magában gondolkozott, töprengett. És az egyik este azt érezte, mintha valami csiklandozna az orrát. Körbenézett, és látta, hogy újra elerett a hóesés. Esett egész este, éjszaka, reggel, stélben. Szép fehér lett az udvar, az utca, a háztetők és a fák is. A hóember bámulta a havat, és mintha már nem lett volna olyan szomorú, a hó délután is esett, még akkor is, mikor beestelve kiszaladtak hozzá a gyerekek. Javítsuk ki a hóembert! Kiáltozták vidáman, és friss hóval dörzsölték. Visszatették a gombjait, és kerestek neki egy nagy círokseprűt. Építsünk neki családot! Javasolta a legnagyobb gyerek, és hamarosan a hóember mellé került egy hólány és egy hógyerek. Ahogy a gyerekek eltisztültek a nagy munkában, körbe táncolták a hócsaládot, és énekeltek néhány karácsonyi dalt. Jól van, kicsik, most már gyertek be! Kukucskált ki a konyhaablakon az édesanyjuk. Úgy látom, megérkezett az anyaka! Hurrá, itt a karácsony! Kiáltozták vidáman a gyerekek, és mind beruhantak a házba. A hóember boldogan nézett körbe a gyönyörű havas udvaron, és látta, hogy újra szép fehér mindene, már nem érezte olyan betegnek magát, és hogy ránézett a mellette mosolyogva áldogáló hólányra és hógyerekre, úgy érezte, hogy ő a legboldogabb hóember a világon, hisz már tudta, hogy a legszebb ajándékot kapta karácsonyra egy család. Nem Tomics Éva, mióta van csillag a karácsony fák csúcsán? Egyszer réges-régen, egy teli holdas decemberi éjszakán, amikor milliónyi csillag ragyogott az égen, néhány egészen apró kis csillagocska
pajkosan játszadozott az öreg hold mellett. Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncoltak, csintalankodtak. Addig-addig rosszalkodtak, amíg az egyik kis csillagot valamelyik társa véletlenül alaposan oldalba nem lökte. Bocsánat, nem volt szándékos! Mentegetőzött a kis rosszaság. Segítség, kapjon el valaki! Kiáltotta a szegény bóróját csillagocska. De sajnos már senki sem tudott utána nyúlni. Elveszítette az egyensúlyát, s elkezdett zuhanni lefelé. Zuhant egyenesen a föld felé. A társai egyre messzebb kerültek tőle, ő pedig rettenetesen félt, mert ilyen még sohasem történt vele. Lehet-e még annál is rosszabb, hogy lepottyant és elveszítette a társait? Hosszú ideig csak zuhant lefelé, ám egyszer csak valami érdekes dolog történt, mintha valaki kinyújtotta volna érte a karját. Egy ennyi szóró zöld valami alányult és elkapta. A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi történt. Éppen egy fenyves erdőben pottyant le. Az ennyi szóró zöld valami pedig egy hatalmasan nőtt fenyőfa volt. Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek segíts nekem, hogy vissza tudjak jutni a barátaim közé. Könyörgött a kis csillagocska, és annyira mosolygott, amennyire csak tudott a történtek után. Én vagyok az erdő legöregebb fenyőfája, recsegte kedvesen az öreg fenyő. Évtizedek óta csodálok benneteket, ahogy télen-nyáron milyen ragyogóan, fényesen tündököltök ott fenn az égbolton. Szóval sok mindent megértem, de ilyet, hogy az egyik őtök az ölembe pottyant volna, még sohasem történt velem. De ha már így esett, megteszek mindent tőlem telhetőt, hogy segítsek neked, mondta a fenyő. Előre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyő, hálálkodott a kis csillagocska. Még ne köszönj semmit sem, megteszek mindent tőlem telhetőt, de biztosat nem ígérhetek, mondta a fenyő. Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és jó nagy lendületet vett. A kis csillagocska szállt egy ideig felfelé, majd lelassult, és visszapottyant a fenyő ágai közé. Az öreg fenyő még jó néhány kísérletet tett, hogy vissza tudja dobni a kis csillagocskát, de sajnos nem járt sikerrel. Látott-e, ára kis csillagocska, nem tudok én rajtad segíteni. Annyit azonban megtehetek, hogy felültetlek a legmagasabb ágam csúcsára. Ott talán egy kicsit közelebb leszel a barátaidhoz. Jól van, szólt búsakodva a kis csillagocska. Minden esetre köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni. Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, s felrakta a csúcsára. A kis csillagocska egy ideig búsakodott, majd lassan kezdett beletörődni a sorsába, és elkezdett ugyanolyan fényesen, szikrázóan világítani, mint ott fenn az égbolton. Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen jól mutat a kis csillagocska, ott lenne a havastájon, a havas fenyőfa csúcsán, rögtön irigykedni kezdtek rá. Nézzétek csak, milyen jól mutat a mi kis barátunk, ott lenne a havastájon, a szép zöld fenyőfa csúcsán. Mennyivel jobb dolga lehet ott neki, mint itt nekünk. Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint korábban volt. Addig-addig csodálták a kis csillagocskát, amíg el nem határozták, hogy ők is leugranak. Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égből, hogy egy-egy szép zöld fenyőfán folytathassa a ragyogását. Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe. Nagyon elcsodálkoztak a látottakon, de egyben örültek is, mert ilyen fenyőfákat még soha életükben nem láttak. Ki is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként pompázhassanak a házakban. Elérkezett a karácsony,
Minden házban fények gyúltak, és tiszta ünnepi hangulat költözött az otthonunkba. Az égen tündöklő csillagok pedig álmodozva kukkantottak be az ablakokon, de amit ott láttak, minden elvárásukat felülmúlta. A csillagbarátaik már nem csak egy zöld fenyőfa csúcsát díszítették, hanem egy csillogóan feldíszített karácsonyfán ragyogtak. Az égen tündöklő csillagok pedig ekkor határozták el, hogy minden karácsony előtt leugranak egy-egy szép zöld fenyőfára, hogy nekik is részük lehessen ebben a pompában, szeretetteljes fogadtatásban. És hogy ez a megtiszteltetés kit fog élni, minden decemberben sorshúzással döntik el. Azóta díj. Nagy Kamilla, Homoki Nagy Katalin, Júbehely. A távoli nagy hegyek felől útra készülődött a hócsalád. Napok óta pipált a hegy, gomolyogtak a felhők, svített a szél. Indulhatunk! Dördült hófölketek apuka. Hóvihar anyuka már útra készen állt, hosszú fehér uszályos ruhájában, fehér tértollas kalapjában. Sok ezer hópehe gyerekük volt, ők most mind felültek vastagon anyuka uszájára, jól megkapaszkodtak, s a jeges északi szél sivítására már indultak is. Tettek egy búcsúkört a hegycsúcs fölött, letéptek pár falevelet emlékül, s aztán irány az ég. Vágtattak, forogtak, kavarogtak erdők, mezők fölött. A kis hógyerekeknek bizony kapaszkodniuk kellett. Siettek, hiszen tudták, hogy nagyon várja már őket valahol, így csak nagyapó, a telek öregapja. Szerették nagyapót földig érő szakállával, tavaszonként szipogó orrával. Minden télen találkoztak, ahogy közeledtek így csak nagyapó falujához, lassított a szél, nem akart, hogy ajtóstól rohanjanak a házba. A gyerekek leugráltak a köpenyről, saját csillogó átlátszó szárnyukon kezdtek röpködni, úgy kavarogtak a levegőben, mint ezer meg ezer kis tündér. Nem ettek, énekeltek, s megcsiklandozták az emberek orrát. A hópehely gyerekek közül egy különösen kitűnő szépségével. Hófehér ruhája csupa csipke, szeme szikrázó, keze hideg, de a lelke mert volt és ábrándozó. Míg a többiek a befagyottamon csúszkáltak, építettek, vagy lavinásat játszottak, ő meleg szobáról álmodozott, pattogó kályháról, s a parázsban ugráló tűzmanókról. Mit nem adott volna érte, ha csak egyszer is megláthatná a tűzmanók táncát? Anyukája meg is szitte ezért. Ó, kislányom, jó kislányom, vedd ki ezt a fejedből, egyszer még vesztelet okozzák. De Húbia nem hallgatott rá. S most, hogy elérték a falut, elbújt egy arra repülő verék mögé, s követte őt az első házig. A verékben együtt leereszkedett a háztetőre. Nagyot sóhajtott, s már fel is ribbent a kémény peremére. Hallotta, hogy valahol mélyen lent, tűz pattog, víz dúzsol. Megvan, kiáltott fel. Akkor itt kell lenniük valahol a tűzmanóknak. Szíve nagyot dobbant, becsukta a szemét, és beleugrott a kéménybe. Később kinyitotta, de akkor sem látott semmit, csak meleg, folytó sötétséget. Zuhant lefelé. Egyszer csak világosodni kezdett, s eléje tárult a tűzvilág teljes szépségében. Ő csak állt, földbe gyökerezett lábbal, mert a tűzben mit látott? Bizony tűzmanókat. Piros, sárga, kék ruhájuk, hegyes kis sapkájuk volt, sebesen ugráltak egyik ágról a másikra. Hajladoztak, felpattantak a levegőbe,
bukfenceztek, szajdóztak, pörgették egymást. Igen, jó kedvük volt. Lékony hangon sikítoztak, vacaktak játék közben. A legügyesebb tűzmanó magasra ugrott egy hegyes szikra hátán. S ekkor hirtelen meglátta Hópiét, tátva maradt a szája a csodálkozástól. Ilyen szépet még soha életében nem látott, bámulta a pici kislányt. Hópia csak állt, csillogó fehér ruhájában, hajában 100 gyémántal. Szemében a két téli ég, szívében zúzmanás tájak, kezében egy száj jégvirág. Bátran belnézett, piros ruhás tűzről pattant hornos hajú kislegény huncut szemébe. Hópia ott állt, majd elolvadt a szerelemtől, nagyokat pislogott hosszú fehér szempilláival. A kis tűzmanó sem bírta tovább, égett a vágytól. Oda pattant Hópia mellé, s forron megszorította Hópia hűvös kezét. Szóval egy táncra? Kérdezte. Ó, igen, sóhajtotta Hópia, s már pördültek is a tűzme egymást átölelve. De mi történt? A tűzmanók döbbenten látták, hogy Hópia könnyei megerednek, s ruhája olvadni kezd. Hiába öleli szorosan szerelme, Hópia egyre vékonyabb lesz, sóhajtása csendesebb, végül kis pár felhők jelzik csak léptei. Ekkor a manók mind lehajtották fejüket, s az izzó ágak sieni kezdtek. Azóta, ha a hűves estéken tüzet rak valaki, amint a fák lángra kapnak, a tűzmanók elkezdik járni furcsa táncokat. S néha meghallhatod, hogy a tűzben felsír egy-egy nedves faág. Ránckevieri Mentovics Éva, mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán? Egyszer réges-régen, egy teliholdas decemberi éjszakán, amikor milliónyi csillag ragyogott az égen, pár kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg hold mellett. Nagyon jól érezték magukat, huncutkodtak, vihánzoltak, csintalankodtak. Addig rosszalkodtak, míg az egyik kis csillagocskát valamelyik társa alaposan oldalba bökte. Bocsánat, nem volt szándékos, mentegetőzött a kis összeság. Segítség, kapjon el, aki kiáltotta a szegény pórulját kis csillagocska. De már senki nem tudott segíteni, elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni. Zuhant, egyenesen le a föld felé. Egyre távolabb került a társaitól, a kis csilla pedig rettenetesen félt, mert ilyen még soha nem történt vele. Hosszú ideig csak zuhant, ám egyszer csak különös dolog történt vele. Mintha valaki kinyújtotta volna érte a karját, egy enyhén szúró zöld valami elkapta a kis csillagocskát. A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi történt. Éppen egy fenyve serdőbe pottyant le az a enyhén szúró zöld valami, pedig egy hatalmasan nőtt fenyőfa volt. Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem, hogy visszajussak a barátaink közé. A kis Silla olyan szépen mosolygott, amennyire csak tudott a történtek után. Én vagyok az erdő legöregebb fája, recsegte kedvesen a kedves öreg fenyő. Én már sok mindent megéltem, évtizedek óta csodálok benneteket, hogy télen, nyáron milyen ragyogóan, fényesen, csillogtok ott fenn az égboltom. És olyan még soha nem történt, hogy egyikőtök az ölembe pottyan. De ha már így történt, szívesen megpróbálok segíteni, mormogta a kedves öreg fenyő. Előre is köszönöm neked, kedves fenyő. Még ne köszönj semmit, megteszek mindent tőlem telhetőt, de biztosan nem ígérhetek. Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, jó nagy lendületet vett,
A kis csillag szállt, szállt egy ideig felfelé, majd lelassult és visszapottyant a fenyő ágai közé. A vén fenyő még jó pár kísérletet tett, hogy visszadobja a kis csillagocskát, de sajnos nem járt sikerrel. Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni. Annyit bizony megtehetek, ha felültetlek a csúcsóna, úgy talán közelebb leszel a barátaidhoz. Jó, szólt búslakodva a kis csillagocska. A vén fenyő gyengéden megfogta a kis csillagocskát, és felültette a csúcsára. A kis csillagocska egy ideig búslakodott, majd beletörődött a sorsába, és elkezdett ugyanolyan fényesen, szikrázóan világítani, mint ott fenn az égbolton. Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen jól mutatott lent a havastányon, az öreg fenyő csúcsán, nyomban irigykedni kezdtek rá. Látjátok, milyen jól mutatott lent a mi kis barátunk? Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint amilyen régebben volt. Addig csodálták, míg elhatározták, hogy ők is leugranak. Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égből, hogy egy-egy zöld fenyőfára folytathassa a ragyogást. Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe. Nagyon elcsodálkoztak a látottakon, de egyben még örültek is, mert ilyen fenyőfákkal még soha nem találkoztak. Ki is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként csodálhassák a házakban. Elérkezett a karácsony, minden házban fényet gyújtak, és igazi ünnepi hangulat költözött az otthonokba. Az égen tündöklő csillagok pedig álmodozva figyeltek be az ablakon, azonban amit ott látta, minden várakozásukat felülmúlta. Az emberek körbeállták, csöleltek, és énekszóval köszöntötték őket. Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták el, hogy minden karácsonyért leugranak egy-egy zöld fenyőfára, hogy részesük lehessen ebben a pompában és szeretetteljes fogadtatásban. Az pedig, hogy kitérjen ez a megtiszteltetés, minden decemberben sorsózással döntik el. Azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsait. A kedves felnőttek és kedves gyerekek, nagyon nehéz megszólalni. Nagyon sok érzés kavarok bennem a történetek miatt is, és büszkeséget is érzek, meghatottságot is, de elsősorban hálát. Hiszem, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy nem akármilyen versenyen vagyunk túl. Tehát én szerintem ez a mai verseny egy nagyon rangos verseny volt, és ezt köszönöm a felnőtteknek, a felkészítő pedagógusoknak, a szülőknek, akik éjjel-nappal hallgatták ezt a történetet, ezt a mesét, és hát elsősorban nektek gyerekeknek, meg a nagyon okos fejeteknek is nagyon hálás vagyok, már hogy az olyan, mint a szívacsó. Fantasztikusan nagy felkészültséggel jöttetek ide erre a mai versenyre, gyönyörű szépen felöltöztetek, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon rangos versenyen vagyunk túl, én nagyon örülök, hogy nem vagyok zsűri. De hát nekik sem lesz túl nehéz dolguk, hiszen ez a mai alkalommal ugye a rangsor nem lesz olyan szoros, hiszen azt mondtam, hogy itt már a város legjobb mesemondói vannak, tehát arany, ezüst és bronz minősítéseket fogtok kapni, és üres pénzzel senki nem fog innen elmenni. Én kívánok a zsűri tagoknak jó zsűrizést, és hadd mondjam, hogy ez a mai rendezvény azért nem nagyon sok felnőtt kollégám segítségével jött létre, és egy pályázatban is részt veszünk, amelynek a tárhája Pinton Karcagi Kultúrháza fiatalokért, és ennek keretében nagyon sok támogatást kaptunk, Gulyás Hédi kolléganőm a projektmenedzsere, és egy kis vendéglátással készülünk a szünetbe, egy kis harapnivalóval, illetve innivalóval, ha már ilyen hosszúra sikeredett ez a verseny. Illetve hagyunk itt az asztalon egy pályázati jelenlétívet, amit a felnőtteknek is
Igen, csak az iskolák szerepeljenek már is. Igen, iskola. Tehát intézményként az iskola szerepeljen, ahol ő szülő. Igen. Igen. Jó, tehát ezeket majd, ahogy itt jöttünk be, mentünk be, töltjük már ki, jó? Akkor fölkérem dr. Kasubánét, Vera nénit, hogy ismertesse a zsűri véleményét, értékelje a ma délután. Kedves versenyző tanulók, pedagógusok, szülők és kedves nagyszülők! A zsűri nevében mi is szeretettel köszöntjük a versenyző gyerekeket és a felkészítőket. Kati bevezette a műsorban, illetve hát a versenyben, hogy advent van. Én is szeretnék néhány gondolatot elmondani a mai délutánnal kapcsolatban az adventről. Ez a hónap az ünnep hónapja, mintha mindig harangoznának nagyon messze-messze a köd fátyolai mögött, írta a híres író Márai Sándor. És egy másik kis versike jut eszembe, Ady Endrének a verse, a kis karácsonyének. Tegnap harangoztak, holnap harangoznak. Holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. A mai délután erről szólt, az adventről, a várakozásról. Adventus Domini, latin nyelven az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Várjuk a kis Jézus születését, és ebben a várakozásban, a felkészülésben benne van a karácsony szép ünnepe. A mai délután erről szólt. A Csokonai Könyvtár és a Déliné Központ szervezésében minden évben hagyományosan megrendezik a karácsonyi mesemondó versenyt, és folytatják ezt a hagyományt azzal a céllal, hogy a gyerekek olvassanak, szeressék a meséket, és a meséken keresztül ismerjék meg az ünnepek lényegét, a szép hagyományokat gyakorolják a szeretetet, tanuljanak beszélgetni, tanuljanak mesét mondani, és tanulják leszűrni a mesékből a bölcsességeket. Az általuk elmondott meséknek üzenete van. Belopja a szívünkbe az örömet, és az ünnep, ahogyan szépen előadtátok ezeket a megtanult meséket, gyerekek, elsős kislányok, elvarázsoltak bennünket. A zsűrivel arról beszéltünk, hogy milyen ügyesek, milyen bátrak, hogyan tudtátok ezeket a hosszú meséket megtanulni, milyen borzasztó sok munka van e mögött. A mesék nagy része a szeretetről szólt. A szeretet a családban kezdődik, de ti bemutattátok még azt is, hogy az állatok is hogyan szeretik egymást. Ebben a sok szép mesében sok mindenről hallottunk. Volt mai mese, volt régi klasszikus mese, Grimm mese, volt régi magyar írónak, Gárdonyi Gézának a meséje, de mindegyik mese különleges volt. A zsűri nevében szeretnék minden tanulót, minden versenyzőt megdicsérni. A felkészülésért, az előadásért elvarázsoltatok bennünket. Hülyen tükröztétek a meséknek a mondani valóját. Átültétek, visszadtátok azokat az érzelmeket, amelyeket a mesék tartalmaznak, és ez az egyik lényeg. Megdicsérjük a gyerekeket, a tanulókat a biztos szövegtudásért. Nem kis felkészülés igényelt, ahogy az előbb elmondtam, és nagyon hosszú meséket mondtatok. A szereplőknek azt, hogy hogyan tudták kihangsúlyozni a párbeszédeket, az állatoknak az egymáshoz való beszédét, vagy pedig a karácsonynak a lényegét, a szépséget, a szeretetet. Bátran, határozottan szerepeltetek. Nagyon sokan bemutatkoztak, kerestétek a kapcsolatot a közönséggel, a zsűrivel is. Kedves, mosolygós megjelenésetek volt, tiszta beszédetek. A szép ruhákról külön meg kell emlékezni. És nagyon fontos volt a jó meseválasztás és az előadói készség is. Hiszen nem mindenkinek egyforma, meg azt a borzasztó hosszú mese sok gyereket el is fárasztott, mire ugye a végére ért. Ezt mi átéreztük. Annak is nagyon örültünk, hogy nem csak kislányokkal találkoztunk, hanem hat határozott, bátor, helyes fiatalemberrel is. Nekik is külön gratulálunk.
nagyon fontos volt ugye még a szünetek szerepe, a kiemelése a mondat végének. Ezzel azt bizonyítottátok, ahogy Kati néni elmondta, nagyon jó mesemondók vagytok. A városban, ebben a korosztályban a legjobb mesemondók. Igyekezzetek sokat olvasni a jövőben is, és látjuk azt, hogy szeretitek a karácsonyt és az otthont. Készültök erre. Mondjátok el karácsony este otthon ezeket a meséket a testvéreiteknek, a nagymamának, a rokonoknak. Biztos nagyon fog örülni és megdicsér benneteket. Akkor nem, már akkor sem volt hiába a fáradozásotok. Hiszen karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában. Nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni. Ezt is Márai Sándor írótól idéztem. És még egyszer megköszönjük a felkészítő pedagógusok, a szülők és a nagyszülőknek a segítő munkáját. Gratulálunk a pedagógusoknak, az iskolák vezetésének is, és külön megköszönjük Szabó Né Katikának, aki már nem tudom, tizedszer vagy valószínű megszervezte ezt a karácsonyi mesemondó versenyt, hiszen ennek már hosszú hagyománya van. És külön megköszönjük a Délinél Központból Gulyás Hédi asszonynak, hogy ilyen komoly pályázaton vettek részt, és ennek a versenynek a díjazása ebből a pályázatból nagyon-nagyon szépen lesz megoldva. Igen, és szeretnék boldog karácsonyt kívánni, most következik a díjak átadása az eredményhirdetésre. Megköszönöm akkor Verának ezeket a nagyon szép szavakat, és akkor halljuk a díjazottakat, akik átveszik a díjat, azért van itt a mikrofon, hogy most akkor mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy melyik iskolából jöttetek, és ki volt a felkészítő nevelőtök. Nem tudom, hol van a lista, amit akkor... Ilyen. A mai versenyen bronz minősítést kapott Rászkevi Erik. Gratulálunk neked, és tanítónénitől vett az ajándék. Győrfi István Katolikus Általános Iskola. És ki segített felkészülni, tanító néni? Böbe néni. Köszönjük szépen. Bronz minősítést kapott Turai Petra. Iskolába jársz? Györfi István. Katolikus Általános Iskola. Ki volt a felkészítő? Bebenén. Balog Andor, szintén bronzminőtést kapott. Gratulálom neked. Csak így tovább, nagyon ügyes voltál. És gyere ide akkor. Arany János Általános Iskola. Igen, felkészítő tanítani. Itt van, látom. Molnárné. Balog Éva. Egy kis pár Sára, Rózminőt. Gyere ide, mondd el a mikrofon.
Györfi István katolikus általános iskola felkészítő tanárnéném Pallagi Bernadett. Márki Bálint. Vedd az ajándékodat, szép könyvet kaptál. A Györfi István katolikus általános iskolában jöttem. Felkészítő tanítónénim csinált Nébakó Éva. Tóth Gréta, bronzmérnök. Refi általános iskola. Felkészítő Katanéni. Ezüst minősítés kapott Pap Bográka. Karcag Nagykun református általános iskola első C-osztály. Tanítónéni? Kolozs Judit. Kis Lia. Ezüst minősítés. Gratulálunk neked. Györfi István. Katolikus általános iskolában, igen. És ki volt a tanítónéni? Dicsei Bőbe néni. Dicsei Erzsébet tanítónéni. Tóth Beatrix, ezüst minősítés. Általános iskola. Kolozs Judit. Hunyadi Dóra. Ez is minősítés. Györfi István katolikus általános iskola. Szabó Edit. Varga Emma Léna, ezüst minősítés. A Nagykun református iskolából jöttem, felkészítő tanítónéném, Gulyás Szentesi Katalin. Hadd mondjam el, hogy nagyon boldog vagyok, mert Katika meg az én tanítványom volt. Harmadik, negyedikben. Balog Melinda Vanessa. Ezüst minősítős lapot. És most az arany minősítések következnek. Balog Renátó. Gratulálunk neked. Még egész követnek, kapod az ajándékodat. Gyere, gyere,
középre szépen így egyenesen, vagy szépen. Karcagi Arany János általános iskola. Szabóné Sebestyén Erika. Kovács Boskai Márton Tas. Arany minősítés. Általános iskola felkészítő tanárnéni Ferenci Péterné Irénke néni. Csinti Marcel, aranyminősítés kap. Felkészítő tanárnéni Tóthné Harsányi Adrián. Szabó Máté, szintén aranyminősítés kap. Karcagi Nagykun Református Általános Iskolából jöttem, felkészítő tanárnéném Ferenci Péterné Irénke néni. És Sarkadi Dóra aranyminősítés kap. Katolikus általános iskolából jöttem, felkészítő tanárnéném Szabó Edit. És akkor most lezárásképpen még átadom a szervezőknek a mikrofont. Köszönjük szépen!